A hegyháti magyarok és németek néprajzáról, népszokásairól szóló megfigyelései nagyon pontosak és hitelesek. Bár jelen nem tudott lenni, levélben írta meg az alkalomra szánt beszédét Pesti János nyelvész professzor, a Völgységi Tájszótár tájszerzője, amelyet Máté Gábor, szintén a könyvszerzője olvasott fel Bonyhádon, a Völgységi Múzeumban megrendezett könyvbemutatón. A közel 600 oldalas szótár 2018-ban készült, és a Völgységi Patak felső vízvidékén fekvő hét falujának kifejezéseit foglalja össze. A könyv azt a jellegzetes helyi tájnyelvet mutatja be, amely a paraszti világgal, bányászattal kapcsolatos. A szerző azt mondja, ezeken a tájakon még a mai napig jellemző a tájszólás. Az ötlet az onnan jött, hogy maga a tájszótár, mint műfaj a tudományban, az már jó ideje, sok évtizede egy bevett műfaj, és pont azzal a szándékkal kezdték el írni a nagy névtanos elődök ezeket a tájszótárakat, hogy az elveszőben lévő névanyagot tulajdonképpen konzerválják ilyen módon, vagyis ezeknek amúgy a köznyelvi kifejezéseinktől eltérő értelmű kifejezéseket valahogy ugyan mégiscsak megmentsék. Tehát ez egy régi gondolat, és hát úgy látszik, hogy még mindig van aktualitás ennek a gondolatnak, mert még vannak olyan vidékek Magyarországon, ahol nagyon érdekes és a köznyelvtől eltérő értelmű kifejezéseket, vagy más hangzású kifejezéseket lehet gyűjteni, és ezeket próbáltuk összegyűjteni ebbe a tájszótárba. Egy hát több éves munka volt tulajdonképpen ez, és mellé fényképeket is gyűjtöttünk, sokat beszélgettünk a helyiekkel, tehát ez tulajdonképpen friss névanyag, hogyha úgy tetszik, tehát részben jelenben is élő névanyag, de több olyan forrásmunka is volt, aminek a segítségét vettük a szótár készítésekor, ezek már korábban publikált források, egészen a 19. század végétől a 20. századig hát sorakoznak ezek a források, amiket föl tudtunk használni. Büszkeséggel tölti el a szerzőket, hogy a kötet nagy népszerűségnek örvend, hiszen már 400 példányt nyomtattak belőle. Szerencsénkre nagyon jó fogadtatása volt a kötetnek, és két nyomás készült belőle. Az első 200 példányban készült, és a második nyomás is 200 példányban készült el, és volt egy nagyon jó sikerült könyvbemutatónk Magyar Egregyen. Igen, egyébként ezt nem mondtam, hogy csak a Völgységi Patak felső részét említettem, de ez a hét falu, ez Magyar Egregy, Kárász, Vékény, Szászvár, Máza és Györe településeket foglalja magában. Magyar Egregyen volt ez a könyvbemutatónk 2018-ban, és ott egy Sólyom László volt köztársasági elnök úr is megtisztelt minket a jelenlétével, mert egyébként ő volt az, aki anyagilag patronálta a könyvnek a megjelenését, amit ezúttal is nagyon köszönünk neki. És ott ugye a helyi tánccsoport is bemutatkozott, nagy eszemiszom volt, jól éreztük magunkat, és hál' Istennek a könyv is jól fogyott az esemény alkalmából. És az egregyieknek is természetesen nagyon sokat köszönhetünk, mert ők adtak otthont ennek az eseménynek, nagyon jó házigazdák voltak. A szerző úgy gondolja, hogy a könyvet elsősorban azok az olvasók fogják értékelni, akiknek fontos a kultúra és a hagyományőrzés. Kinek ajánlom? Hát ez nagyon egyszerű, mert én azoknak a völgységieknek ajánlom, akik számára érték a kultúra, és meglátják a szépet a nyelvünkben és a kultúránkban.